CI Civivel közös C3-os rezidencia program keretében a nyár végén Renaud Drouin-nel együtt volt a C3-ba és készített egy kitűnő munkát, aminek a bemutatójára most fog sor kerülni. Gregor, illetve bevezetőben Szegedi Maszák Zoltán a C3 részéről a projekt vezetője fogják önöknek ezt a művet bemutatni, és felhívom még a figyelmet arra, hogy a rendezvény a francia intézettel közös programunk. Holnapi nap és az azt követő napokon már nem a C3-ban, hanem a francia intézetben és a Toldi moziban egyéb programok is kapcsolódnak ez a sorozathoz, ami egy teljes képet ad a CICV-ről. Egy installáció nyílik holnap a francia intézetben, és a CICV által produkált videó munkák vetítése lesz majd a Toldiban. Ebben a műsorfüzetben, amit megtalálnak, minden részletesen benne van. Akkor most átadnám a szót először Zoltánnak, majd Gregorinak. Jó estét kívánok! Nem akarok hosszú bevezetőt fűzni ehhez a munkához, miután erre igazából nincs szükség. Ez a Revenances című munka a C3-ban július folyamán készült el Renaud Drouin és Grégory Chatonsky közös munkájaként. Ez tulajdonképpen egy abban a szempontból egy szokatlan munka, mert egy kifejezetten hálózatra készült, ám nagyon komoly multimédia elemeket felhasználó, és azt nagyon komoly technikai ügyességgel a hálózaton hozzáférhetővé tevő technikával készült. Abban a szempontból, hogy az ilyen hálózati munkák megmutatása az egy kicsit nehézkes szokott lenni, ezért úgy tudom, hogy Gregory először egy kicsit meg fogja mutatni magát a munkát, és utána fog egy kicsit annak az elméleti hátteréről beszélni, ugyanis hát a munka megkívánja ezt, mivel nagyon finom, virtuális valóság alapú elemeket használ, amelyeknek a megmutatása közben nagyon nehéz lenne beszélni, és ezzel tulajdonképpen zavarná a befogadást. Úgyhogy én most át is adom neki a terepet, hogy először egy rövid bemutatója fog következni a munkának. Quelqu'un, toi, moi, savant c'est dit, somebody, you, je voudrais apprendre à vivre enfin. Advance and say, apprendre à vivre, I would like to learn, apprendre soi-même, has to live finally, tout seul, learn to live, learn it from me, s'apprendre soi-même à vivre n'est-ce pas l'impossible, to hear from me to live, is not it impossible, vivre par définition, ça ne s'apprend pas. Life by definition, it does not learn. Pas de soi-même. Not from us. Pas de not la vie, the life by the life. Seulement de l'autre. Only the one et par la mort. Death. De l'autre au bord of de the la other, vie. At the border of the life. Il peut toujours s'agir de quelqu'un d'autre. It could always be somebody else. De quelqu'un d'autre. Somebody else. Mais il se souvient. He remembers. Mon lieu. Places. Regard croisé. Merci de me rencontrer. I was sleeping in the villa, sitting in the movie, again. Sa présence, his presence, ne plus pour rien, comme nothing, plus de cri, no sound, plus de remontée, ne devance pas, non le chemin du contour du cerveau, accusant de différence, everything stops, mon opinion, is on his own now, c'est tout. I remember everything.
everything. Nous faisons tout cela à cause de ce qui nous permet. Because of what happened. Elle devait se taire. À nouveau. We only interpret words. I'm not asking for your help. I'm asking you to be here and wait. You too. Écoutez. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont plus, ceux qui ne sont pas encore.
Louis Roussel. Louis Chenant. Pourquoi attirez-vous en moi cette parole qu'ensuite il me faut dire? Fais en sorte que je puisse te parler. The wolf stands for the bedroom. Still alive mortals are burying living, but they are already dead. Elle l'avait cru en tout. Je suis le spectre de ton père. To touch lightly.
you want to go outside of this room so much. Donc je vais commencer à parler du problème de la traduction. Tehát az első téma, amiről beszélni szeretnék, az éppen a fordítás problémája. Parce que cette conférence elle est traduite. Mivel ezt az előadást is fordítják. Je pense qu'assez peu de gens ici parlent français. Gondolom, hogy itt nem sokan beszélnek franciául ebben a teremben. Donc c'est la traductrice qui parle. Tehát tulajdonképpen a tolmácsnő az, aki beszél. Ce n'est pas moi. És nem én. Avec le temps, j'ai compris que pedig az idővel megértettem, hogy a jelenések, a jelenésnek lett fordítva, de visszatérések tulajdonképpen a címe a filmnek. Pontosan, tehát ez a visszatérések, jelenések a fordításra vonatkozik. Et sur le fait que la traduction c'est l'original. És az arra a tényre, hogy tulajdonképpen a fordítás az eredeti. Il y a trois traductions dans Revenance. A Revenance-ban három fordítás is van. D'abord la première c'est que je vous parle de Revenance. Az első az, hogy én a Revenance-ról beszélek most önöknek. Donc je vous parle d'une œuvre avec des mots. Tehát egy munkáról szavakkal beszélek. C'est-à-dire que je transforme des concepts. Tehát tulajdonképpen koncepciókat átalakítok. Alors que vous devriez avoir des perceptions. Holott tulajdonképpen percepciót kellene érzékelniük. Donc tout ce que je vais vous dire est faux. Tehát tulajdonképpen mindaz, amit mondani fogok, hamis. Pour voir Revenance, il faut aller sur internet. Ahhoz, hogy az ember a Revenance-t megnézze, fel kell menni az internetre. La deuxième traduction. A második aspektus a fordításnak. C'est la genèse de Revenance. A Revenance-nak a genézise, az eredete. Nous avons réalisé ce projet dans le cadre d'un appel d'offres. Tulajdonképpen ezt a projektet egy tender keretében valósítottuk meg. De la Biennale d'Art Contemporain de Montréal. A montréali kortárs művészeti fesztivál keretében. Dont le titre cette année. Aminek a címe ebben az évben. Était en français l'autre monde. Franciául az volt, hogy a túlvilág. Et en anglais. Angolul pedig. Out of this world. Out of this world. Tehát a világon kívül. Au Canada, ils parlent français et anglais. Ugye Kanadában angolul és franciául beszélnek. Or, cette traduction est fausse. Holott ez a kétféle cím, ez a fordítás már eleve hamis. Elle veut dire exactement l'inverse. Pontosan az ellentétét jelenti egyik a másiknak. D'un côté, l'autre monde, c'est-à-dire l'immanence. Az egyik megközelítés a túlvilág. De l'autre côté, en dehors de ce monde, c'est-à-dire la transcendance. Et a másik pedig ezen a világon kívül a transzcendenciára utal. Et entre les deux, la réalité virtuelle. A kettő között pedig a virtuális valóság húzódik. Donc ça c'est la première traduction. Tehát ez az első fordítása ennek a projektnek. La dernière traduction, c'est que ce travail a été réalisé par deux personnes. A legutolsó megközelítésem a fordítás szempontjából pedig az, hogy ezt a munkát két személy valósította, meghozta létre. Dont une n'est pas là, qui est donc Reynald Drouin. És a másik személy Reynald Drouin. Donc nincs itt. Je parle à sa place. Tehát én az ő helyében is beszélek. Je lui vole la parole. Tehát ellopom tőle a szót. Et donc un peu Reynald est le fantôme ici. Tehát itt Reynald egy kicsit az a kísértett, az a fantom,
akiről szó van. Voilà pour la traduction. Tehát ennyit gondoltam a fordítás kapcsán megjegyezni. Alors, maintenant les fantômes, les spectres. Most pedig nézzük a kísérteteket, a fantomokat. Revenance veut dire en français. Tehát az a cím, amit franciául adtunk a filmünknek, Revenance, azt jelenti franciául, hogy ce qui revient, azok, akik visszatérnek, és aki visszatér, az a kísértet, a fantom. Parce que le fantôme revient toujours. Mert a kísértet mindig visszatér. Il n'appartient pas à notre temps. Nem a mi világunkhoz, illetve nem a mi időnkhöz tartozik, pontosabban. Il est dans un temps désajusté. Tehát egy olyan időben van, amely ki valahogy kiugrott a jelen időből. Shakespeare dit dans Hamlet, un temps out of joint. Tehát Shakespeare azt mondja a Hamletben, hogy kizökkent az idő okáhozat, tehát hogy kizökkent az idő, igen. Donc je vais vous parler de moi revenance, d'où ça vient. Tehát arról szeretnék most beszélni, hogy az én megközelítésemben a revenance honnan is jön. Et Reynald est absent. És Reynald nincs itt, hogy erről beszéljen. Il y a quelques années, j'ai fait un travail. Néhány évvel ezelőtt készítettem egy munkát en philosophie, filozófiából, qui s'appelait l'enthousiasme conjuratoire. Ennek a címe az volt conjuratoire. Conjuration, la conjuration, conjurer quelque chose. Lelkesedés, amelyet elkárhoztatunk, mondjuk maradjunk ennél. Un affect dans les discours du virtuel. Tehát ez a virtuális diskurzusban egy effektus. Où j'essayais de montrer que les discours sur la réalité virtuelle. Ahol megpróbáltam kimutatni azt, hogy a diskurzus a virtuális valóságról. Sont des discours de la hantise. Gyakorlatilag a múltból, vagy a nem valós világból való visszatérés egyfajta kísértés, enthusiasta, amely ráadásul lelkes is, fasciné, amely valahol el van bűvölve, et en même temps effrayé, és ugyanakkor el is van borzadva, meg van borzadva, fasciné par le nouveau monde. Az új világ az, ami elbűvöli, horrifié par ce que les théoriciens appellent le réel. És par ce que les théoriciens appellent la perte du réel. És amit a teoretikusok a valóság elvesztésének neveznek, attól meg elborzad. J'appliquais là Derrida, Jacques Derrida. Itt gyakorlatilag Jacques Derrida-nak az elképzeléseit alkalmazta. Et son livre Spectre de Marx. És az ő könyvét, Spectre de Marx, tehát Marx fantomja, az új technológiákhoz. Dans ce livre, Derrida könyvében, Derrida tehát azt mondja, hogy minden egyes korszaknak megvan a maga fantomja, et nous avons les nôtres, és megvannak a mi fantomjaink is, sa propre expérience, és a saját tapasztalata, son propre médium, a saját médiuma, et ses propres médias ontologiques, és a saját ontologikus médiái. Internet, az internet, et un tel média, egy ilyen média, egy ilyen eszköz. Donc, nous avons avec Reynald, tehát társammal Reynalddal pensé qu'internet, arra gondoltunk, hogy az internet egy olyan mód, de créer un lien entre les morts et les vivants, amelyel az élők és a holtak között kapcsolatot lehet teremteni. Car si internet vient de la raison, mert hogyha az internet az értelemből jön, c'est-à-dire des is, sciences, tehát a tudományból, on voit beaucoup de sites, nagyon sok olyan internetes helyet látunk, un peu irrationnel, amelyek némileg irracionálisak. Parce qu'internet,
Hiszen az internet egy érzelmekre affekció alapuló média. Les ordinateurs a számítógépek sont des supports de notre affectivité. A mi érzelmeinknek a hordozói. Donc, quand on fait un site, tehát amikor létrehozunk az interneten egy helyet, on peut parler de des affects. Tehát beszélhetünk arról, hogy itt az érzelmektől eltávolodunk. Dans Revenance, on a mêlé la mémoire individuelle. Tehát a Revenance-ban az egyéni emlékezetet összevegyítettük et la mémoire collective. A kollektív emlékezettel. Deux mémoires. Két emlékezetet. L'une qui est dans les pièces que vous avez vues. Az egyik, ami abban azokban a termekben helyezkedik el, amelyeket az előbb láthattak. L'autre qui est dehors dans les paysages dévastés. A másik pedig kint van ezekben a puszta tájakban, vagy tájakon. Dans notre vie, à nous. A mi életünkben. Et dans l'histoire. És a történelemben. Il y a toujours un travail de deuil. Mindig van egy gyász munka. Faire quelque chose, construire quelque chose. Megcsinálni valamit, felépíteni valamit. C'est être en deuil d'autre chose. Ez azt jelenti, hogy egy más dolgot viszont gyászolunk. Dans les pièces, l'histoire d'un homme et d'une femme. A termekben egy férfi és egy nő története. En dehors, les folyik vagy zajlik, kint pedig Paris dévasté par la commune. A Párizst láthatjuk, amelyet a párizsi kommun elpusztított. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la commune de Paris. Csak egy-két szót kitérően azok számára, akik a párizsi kommunt nem ismerik elég jól. C'est un moment très particulier de l'histoire de France. A Franciaország történetének az egy igen különleges pillanata volt. Où il y a eu un gouvernement libertaire. Amikor egy anarchista kormányzat volt hatalmon, 1871-től 74-ig, azt hiszem. Et la commune de Paris, és a párizsi kommun a hanté le léninisme, a leninizmus gondolatát behozta a tudatba, et en France, personne ne connaît. És Franciaországban mégse ismeri senki. Avec Revenance, on a tenté d'identifier cette histoire individuelle. Revenance-szal megpróbáltuk azonosítani, identifikálni a kollektív emlékezetet és az egyedi, egyéni halált. Donc c'est pas un travail sur les fantômes, c'est un travail sur. Tehát a munka végül is nem a kísértetekről szól, hanem arról, hogy a kísértetek milyen hatással vannak ránk. Les fantômes. Tehát a kísértésről. Les fantômes sont comme les images virtuelles. Tehát a fantomok, a kísértetek olyanok, mint a virtuális képek. Présent et absent. Jelen vannak és mégis távol vannak, hiányzanak. Matériel et immatériel. Materiálisak és immateriálisak. Et dans un temps très, très multiple. És ugyanakkor az időben rendkívül multiplikálódva sokszorosan vannak jelen. Le fantôme est une métaphore des images virtuelles. Tehát a virtuális képeknek egy metaforája a kísértet. Qui ne correspond pas à la présence, ami nem felel meg a klasszikus jelenlétnek és távollétnek. Au principe d'identité chez Aristote. Legalábbis az arisztotelészi identitás felfogásban. Maintenant, 30 secondes. Egy kis türelem. Comment fonctionne Revenance? Hogyan is működik a Revenance? Au niveau de l'interactivité et pourquoi cette interactivité là? Az interaktivitás terén is miért is van ez az interaktivitás? Revenance est sur internet. De a Revenance fent van, ugye, az interneten mais van. N'appartient pas à internet. De mégsem tartozik az internethez. Son interactivité ne correspond pas hiszen au az interaktivitása nem felel meg annak a modellnek. De Yahoo.
ami a Yahoo-nak a modellje. Yahoo. Sur internet, le modèle prédominant. Az interneten a domináns uralkodó modell. C'est l'hypertext. Az a libertext. Le Xanadu. A Xanadu. De Ted Nelson. Ted Nelson. Ted Nelson, pardon. Où tout est à portée de main. Ahol minden valahogy a holnapra utal. Où tout est immédiatement présent. Illetve vagy minden rögtön jelen van. Où il suffit de cliquer. És elég, hogyha az ember rákattint. Dans Revenance. A Revenance-ban azonban il n'y a pas de clic de souris. Nincsen egér rákattintás. Vous caressez avec votre souris l'écran. Tulajdonképpen az egérrel simogatjuk a képernyőt. Vous devez traverser les choses, vous en rapprocher. A dolgokat át kell menni, meg kell közelíteni azokat. Parcourir des distances. Különböző távolságokat kell bejárni. Pour voir quelque chose. Azért, hogy valamit láthassunk. Sur internet, ce qui compte. Az interneten, ami számít. C'est le input et l'output. Az input és az output. Ce qui compte dans Revenance. Ami viszont a Revenance-ban számít. C'est ce qu'il y a entre. Ami a kettő között van. Il n'y a pas d'espace. Nincsen tér. Donc pas de société. Tehát nincsen társadalom. Pas de ville. Nincs város. Sans espacement. A tér eltörlése nélkül. Sans le sentiment de distance. A távolság érzete nélkül. Qui est aussi un sentiment d'exil. Ami a száműzetésnek az érzete is. Ce qui est très étonnant avec internet. Ami az internettel igen meglepő. C'est que c'est un médium très très jeune. Az, hogy ez egy igen fiatal média. Et en même temps des habitudes. És ugyanakkor a szokások. Très normative. Igen, normatív használati szokások. Ont déjà vu le jour. Már is kialakultak. Ce que nous avons tenté de faire avec Reynald. Amit Reynalddal megpróbáltunk ebben a Revenance című filmmel. C'est de détourner les normes de navigation. Hogy az interneten való navigálásnak, hajózásnak a módját kifordítsuk, átalakítsuk. Parce que c'est la seule manière de toucher les gens. Hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy megérintsük az embereket. Pour nous, ce qui est important sur internet. Számunkra, ami fontos az interneten. C'est pas l'information parce qu'on est saturé. Az nem az információ, hiszen túl sok is az információ, ami felénk árad. C'est les distances entre les informations. Tehát inkább az információk közötti távolság az, ami érdekel bennünket. Alors pourquoi on a voulu que les gens traversent les choses. Miért akartuk azt, hogy az emberek igenis menjenek keresztül a dolgokon, pour voir quelque chose. Hogy valamit lássanak. Et pourquoi ne pas cliquer à distance? És nem pedig csak úgy messziről rá kattintunk valamire. Parce que c'est une question très classique. Hiszen ez egy igen klasszikus kérdés. La question du contact. A kapcsolat kérdése. Dans l'histoire de l'art. A művészet történetben. Beaucoup de tableaux ont affaire nagyon avec le contact. Sok festménynek köze van a kapcsolathoz, a kontaktushoz. Dans le christianisme. A kereszténységben. Jésus-Christ. Jézus Krisztus. Pourrait se résumer. Úgy lehetne összefoglalni. À une histoire de contact. Hogy ez is egy kapcsolat, egy kontaktus története. Comment être touché. Hogyan érinthető meg az ember. Vagy ugyanez a kérdés, hogy mi az én testem. Si Fra Angelico, ha Fra Angelica pour peindre le sang du Christ, azért, hogy lefesse Krisztust, Krisztus vérét, lance de la peinture, comme du dripping, comme magát a festéket úgy ráöntötte, rászórta a festményre, mint ahogy Polák is teszi. C'est parce qu'il veut toucher le tableau. Ez pontosan azért volt, mert hozzá akar érni a festményhez, a vászonhoz. Dans Revenance, a Revenance-ban toutes les vidéos, az összes videó ont été tournées en infrarouge.
infrarúzsal forgattuk, infravörössel forgattuk. Un homme et une femme se touchent. Egy férfi és egy nő megérintik egymást. Mais ne se voit pas puisqu'ils ont été tournés dans l'obscurité. Nem, de nem láthatóak, hiszen sötétben forgattunk. Nous les voyons. Mi látjuk őket. Nous ne pouvons pas les toucher. De nem tudjuk megérinteni őket. Sur la chaise, un homme fume une cigarette. A széken egy férfi cigarettázik. La fumée le touche. És a füst, a cigaretta füst megérinti őt, hozzáér. Sur le lit, az ágyon, une femme touche son dos. Egy nő megérinti a hátát. Dans le contact, il y a toujours de la hantise. Tehát a kapcsolatban, két ember kapcsolatában mindig van egy ilyen jellegű kísértés. Lorsque je touche l'autre, amikor a másikat megérintem, je me touche aussi moi-même. Én magamat is megérintem. Je ne fais pas la différence entre sa peau et ma peau. Az ő bőre és a saját bőröm között nem teszek különbséget. Lorsque je me touche, amikor önmagamat megérintem, il y a toujours de l'autre. Mindig benne van a másik ember is. Dans le contact, il y a une distance infinie. Tehát a kapcsolatban, a kontaktusban egy végtelen távolság van. Pourquoi des images infrarouges? És miért vannak infravörös képek? Dans revenance, les choses, les a revenanceban a dolgok, l'homme et la a férfi és a nő sont à portée de main, ils peuvent se toucher. Megérinthetik egymást, mais ils sont dans l'obscurité totale, de teljes sötétségben vannak, c'est-à-dire à perte de vue. Tehát a, nem láthatjuk őket. Bien sûr, la cigarette, c'est une référence à Duchamp. Persze, a cigaretta, ez Duchampra való utalás, referencia. À la notion d'inframence. A inframence, az infra vékony érintésre utal. Ce moment, ez a pillanat, où je ne sais pas ce qui me touche. Ami nem tudom, amikor nem tudom, hogy mi az, ami engem megérint. Où ce qui touche est aussi touché. Illetve aki érint, azt megérintik. C'est peut-être une autre métaphore de l'interactivité. Ez az interaktivitásnak talán egy újabb vagy másik metaforája. Dans les fenêtres, az ablakokban, le ciel et la neige de la télévision. Az ég és a televízió hava se touche. Szintén megérintik egymást. Une lumière naturelle et une lumière artificielle. Egy természetes fény, egy mesterséges fény találkoznak. Donc dans revenance, tehát a revenance-ban il y a un peu de voyeurisme. Van egy kis voyeurizmus is. On voit un homme et une femme qui ne se voient pas. Egy, mi látunk egy férfit és egy nőt, akik nem láthatóak, tulajdonképpen egymást nem látják. Le dernier sujet que je voudrais aborder. A legutolsó téma, amit szeretnék kifejteni. C'est la question de la narration. A narráció kérdése. De la fiction. Illetve a fikció kérdése. On entendait mal le son parce que ça s'écoute avec un casque. Hallhatóak voltak a hangok, de elég rosszul volt hallhatóak, hiszen ehhez egy fülest fel kell venni, hogy halljuk, tehát fülhallgató kell. Dans revenance, il y a 50 pièces. A revenance-ban 50 darab van. Il y a toujours les mêmes éléments dans la pièce. 50 terem van, és a il y a toujours les mêmes éléments. Mindig ugyanazok az elemek térnek vissza. Un plafond. Egy plafon. Où on voit le plan de la pièce. Ahol láthatjuk a síkban a termet. Le sol, quand je descends. Amikor lemegyek, akkor láthatom a parkettát, a földet. Je vais dans la pièce suivante. Aztán átmegyek a következő terembe vagy helyiségbe. D'une manière linéaire. Lineáris módon megyek át. Une chaise avec la cigarette. Ugye ott van egy szék a cigarettával. Le lit avec la femme. Az ágy az asszonnyal. Les fantômes qui passent avec l'homme et la femme qui se touchent. A kísértetek, amelyek átmennek ezen a szobán az asszonnyal és vagy a nővel és a férfivel, akik megérintik egymást. Des fenêtres avec de la lumière. Ablakokat látunk fénnyel. Une porte de sortie. És egy kiárati ajtót. La commune de Paris. A párizsi commune. Et une autre pièce. És egy másik termet látunk, vagy szobát. Que l'ordinateur choisit aléatoirement.
amelyet a számítógép maga választ ki ötletszerűen, véletlenszerűen. Les 50 pièces. Az 50 szoba. Sont en même temps. Egyidejűleg. Dans deux espaces différents. Két különböző térben helyezkednek el. Un espace chronologique et linéaire. Van egy kronológikus, tehát idősorrendi lineáris tér. Et un autre espace aléatoire. És van egy ilyen véletlenszerű tér. Cette répétition de revenance. Ez az ismétlődés a revenance-ban. Cache des infimes différences. Igen nagy eltéréseket rejt. Les vidéos se ressemblent. A videók hasonlítanak egymásra. Mais elles appartiennent à des séquences de temps différentes. De különböző időszekvenciákhoz tartoznak. Dans revenance, on ne peut jamais revenir en arrière. Tehát a revenance-ban sohasem lehet visszalépni. On descend toujours. Mindig lefele megyünk és megyünk. Sur internet. Az interneten. Normalement, il faut pouvoir toujours revenir en arrière. Normális körülmények között mindig kell rá, hogy lehetőség legyen, hogy visszalépjek az előző stádiumba. Un bon site web commercial. Egy jó kis kereskedelmi weblap. C'est quand rien n'est inéductable. Az azt jelenti, hogy tehát arra van alapozva, hogy semmit sem lehet inéductable. Hogy semmit sem lehet elkerülni. Dans revenance. És a revenance-ban ahhoz, hogy legyen érzelem, legyen emóció, ehhez kell, hogy benne legyen az elkerülhetetlen. Donc le premier modèle. Tehát az első modell. De narration qu'on a eu. A narrációnak, amit itt hallhattunk. C'est la coexistence de la répétition et de la différence. Az ismétlődés és a különbség kohabitációja együtt test megjelenése. Sur cette fiction. Ebben a fikcióban. Se pose justement le problème de la traduction. Pontosan felmerül a fordítás kérdése, problémája. En fin de compte, le film narratif. Tulajdonképpen a film narratív része. L'histoire qui est racontée. A történet, amit elmesélnek. Est donné par la voix off. Ez off hanggal történik. C'est une femme qui parle. Egy nő beszél. Elle parle à un homme. Egy férfihoz. C'est-à-dire à l'utilisateur. Azaz a felhasználóhoz. À supposer que celui-ci soit un homme. Persze feltételezve, hogy az egy férfi. La voix est aléatoire. A hang is tulajdonképpen egy kicsit véletlen szerűen választott hang, l'ordinateur choisit, hiszen a számítógép választja ki les voix, a hangokat, et aussi le temps de silence entre les voix. És a hangok közötti csend időtartamát is egy előre nem látható módon választja ki. Donc les fragments. Tehát a részletek. De voix devait être compatible entre eux. A hang részleteknek egymás közt kompatibilisnek kell lenniük. Chaque fragment peut aller avec n'importe quel autre. Minden egyes rész illik bármelyik másik részlethez. Ça suppose une écriture. És ez feltételez egy írást. Anonyme. Amely anonim írás, tehát névtelen. Où il n'y a pas de sujet. Ahol nincsen tárgy, nincsen történetnek tárgya. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup. Ezért is hasonlít ez nagyon au nouveau roman français. Az új francia regényhez. Les voix sont dites en français et en anglais. A hangok franciául és angolul hallhatóak. J'ai demandé à une amie. Kértem egy barátnőmet. De lire le texte français que j'avais écrit. Hogy olvassa fel a francia szöveget, amit megírtam. Et elle traduisait. És ő lefordította. En temps réel. Valós időben. En anglais. A francia szöveget angolra. En anglais, elle traduisait en anglais. Donc il y a plein d'erreurs de traduction. Tehát tele van fordítási hibával. Quelqu'un qui parle français va comprendre une histoire. Valaki, aki beszél franciául, meg fog érteni egy történetet. Quelqu'un qui est anglais va comprendre une autre histoire. Aki angolul ért, az egy másik történetet fog érteni. Mais la question qui m'intéresse. De az a kérdés, ami engem igazán érdekelt ebben. C'est la personne bilingue. Az a személy, aki franciául is ért, meg angolul is ért. Quelle histoire va-t-elle entendre? Milyen történetet fog az a személy hallani? La narration.
a narráció accompagne la navigation. Kíséri a Revenance-ban a hajózást, a szörfözést. Ce qui m'intéresse, ami engem igazából érdekel, c'est que quelque chose est raconté, hogy valamit elmesélnek, mais on ne sait pas exactement quoi. De nem tudjuk pontosan, hogy mit. Cette hésitation là, ez a habozás me semble très intéressante pour l'interactivité. Igen, érdekesnek tűnik számomra az interaktivitás szemszögéből. C'est l'utilisateur, a felhasználó az, qui va parcourir la distance, aki keresztül, aki be fogja járni ezt a távolságot entre les fragments de voix, a hangrészletek között. Comme dans les systèmes de générateurs textuels. Mint a textuális generálási rendszerekben. On ne sait pas si l'homme, nem tudjuk, hogy vajon a férfi, dont elle parle, akiről beszél, est mort, meghalt-e, s'ils se sont simplement séparés, vagy csak ők egyszerűen elváltak egymástól. On ne sait pas à qui elle parle. Tehát nem tudjuk, hogy kihöz beszél ez a nő. Est-ce qu'elle nous parle? Hozzánk beszél-e? Est-ce qu'elle parle au personnage masculin? Vagy a férfi, férfiakhoz beszél? Est-ce qu'elle se parle à elle-même? Vagy esetleg önmagához szól? Et c'est cette hésitation-là, és ez az a habozás, ce trouble, ami ez a zavar, qui permet la compatibilité, ami lehetővé teszi a kompatibilitást entre tous les fragments, az összes beszéd rész között. D'une manière plus spécialisée, egy speciálisabb módon, je ne pense pas qu'on puisse raconter une histoire, én nem hiszem, hogy el lehet mesélni egy történetet, interaktív történetet, en suivant le modèle de la poétique d'Aristote. Úgy, hogy például Arisztotelész poétikájának a metódusát követjük. Je ne pense pas que le modèle, és nem hiszem, hogy a modell, Branda Lorel modellje soit efficace, hatékony lehet. Pour moi, l'interactivité, számomra az interaktivitás modifie non seulement la manière de raconter l'histoire, nem csak azt a módot változtatja meg és módosítja, ahogy egy történetet elmesélnek, sa forme, sa formáját, szerkezetét, climax, hiszen nincsen már egy csúcspont, amire kifut a történet, mais aussi et surtout, hanem azért is főleg, le contenu de l'histoire, hanem főleg a történetnek a tartalma az. Raconter quelque chose qu'on ne pouvait pas raconter avant. Valamit elmondani, amit azelőtt nem lehetett elmondani. Encore quelques minutes. Még néhány perc. Türelem. Le site est assez lent. Elég lassú a site, a hely sodrása. Assez répétitif. Eléggé ismétlődő. Ça demande un effort à l'internaute. Úgyhogy erőfeszítéseket igényel, hogy kövessük, és ez az erőfeszítés felelősséggel jár. Ce site finalement n'est pas interactif. Tulajdonképpen ez nem egy interaktív hely. L'internaute ne peut pas envoyer de message. Nem tud igazából üzeneteket közvetíteni, küldeni. Il ne peut pas modifier le site. Nem tudja módosítani a webhelyet. Mais cette interactivité-là, de ez az interaktivitás est finalement devenu un cliché sur internet. Tulajdonképpen mégis klisévé vált az interneten. On demande toujours aux gens de choisir, mindig azt kérik az emberektől, hogy tessék választani, mais choisir sur quel critère et pourquoi. De választani milyen kritériumok alapján és miért. N'est pas très interactif, ha nem igazán vagy nem eléggé interaktív, c'est parce que le sujet de revenance, ez azért is van, mert a Revenance-nak a témája est la mort, le deuil, a halál, a gyász, des sujets pas très interactifs, nem igazán interaktív témák. La mort, le deuil, c'est-à-dire, a halál, a gyász, azaz l'héritage et l'obligation, az, amit öröklünk, és az azzal járó kötelezettségek. Ce que j'espère, amit remélek, c'est que l'internaute, hogy az internaute n'est pas passif,
nem egy passzív mód, mais passible. Hanem átadható. Le contraire d'un passible. Tehát pont az ellentéte a passzívnak. C'est-à-dire sensible. Tehát érzékeny. Parce que revenance n'est pas tout seul. Mert a revenance nincsen egyedül. À côté il y a Yahoo. Mellette van a Yahoo. Hotbot. Az Hotbot. Alta Vista. És az Alta Vista. Bref, le but de revenance. Röviden tehát a revenance-nak, ennek a bemutatott anyagnak a célja, c'est de couper le rythme. Hogy elvágjuk a ritmust. L'internaute. Az internaut ne peut pas être ému s'il ne fait pas d'effort. Ha nem tesz erőfeszítéseket, akkor nem tud meghatódni. Quelque chose arrive. Ahhoz, hogy valami történjék, il doit y avoir un contrat. Kell, hogy legyen egy szerződés. Entre le destinataire et le destinateur. A között, akinek szánják, és a között, aki készíti, és aki valakinek szánja az anyagot. Internet ressemble de plus en plus à un spectacle. Az internet egyre jobban hasonlít egy előadásra. Qui retient et qui vole l'attention du spectateur. Amely a nézőnek a figyelmét megragadja. Qui ne laisse aucune place. Aki, ami nem hagy semmi helyet számára. Aucune distance. Semmiféle távolságot. Aucune lacune. És semmiféle hiányt. Dans la peinture. A festészetben. Dans le roman. A regényben, dans le cinéma, a moziban, nous habitons les lacunes. Általában a hiányosságokat lakjuk be, a hiányokat lakjuk be. Donc l'internaute doit combler les manques de l'histoire. Tehát a történelem hiányait kell ennek a az internetezőnek, internautnak ezeket a hiányokat kell pótolnia. Le but des œuvres interactives. Tehát az interaktív műveknek a célja nem az, hogy az összes lehetséges akciót és cselekvést előre lássa és katalogizálja, hanem az a lényeg benne, hogy egy olyan rendszer, egy olyan szisztéma, ami minden lehetőségre nyitott. Et non pas les virtuels. A lehetőségeket hangsúlyozom, és nem pedig a virtualitást. C'est pour ça que dans Revenance, ezért is van az, hogy a Revenance-ban il y a des zones invisibles. Vannak láthatatlan zónák is. Quand vous traversez ces zones, amikor az ember ezeket a zónákon át kell, vous ne pouvez plus agir. Már nem tud cselekedni. Vous êtes emporté. Az embert tovább viszi magával, ragadja. Vous êtes envoûté. Az egész és az embert megfogja, megragadja. Il ne s'agit donc pas de rendre tout puissant l'internaute. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy mindenhatóvá akarnánk tenni az interneten utazót, mais de passer de l'activité à la passivité. Hanem hogy az aktivitásból a passzivitás felé és fordítva történjék a mozgás. Je vais finir. Befejezésül. On a présenté ce travail à Montréal. Montréalban bemutattuk ezt a munkát. Et les spectateurs étaient complètement déstabilisés. És a nézőket tökéletesen sikerült destabilizálnunk. Ils avaient du mal à utiliser Revenance. Nem igazán tudták használni ezt a munkát, a Revenance-t. Alors que l'interactivité est très très simple. Holott az interaktivitás igen egyszerű. Parce que elle ne correspond pas aux normes d'internet. Egyszerűen azért, mert nem felel meg az internet normáinak. Si les artistes veulent s'approprier le réseau, ha a művészek a hálózatot, a hálót szeretnék maguknak megszerezni, ils doivent détourner les habitudes corporelles des internautes. Az internetezőknek a korporális, a testi szokásait meg kell változtatniuk. L'interactivité concerne toujours le corps. Hiszen az interaktivitás mindig a testre vonatkozik, fenomenológiai szempontból. Donc là, Wilhelm Flusser, quoi. Pardon? Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser.
sur une œuvre sur internet. Az interneten van egy mű, egy munka. Ce qu'on demande toujours à l'internaute. Mindig azt kérik az internetezőtől. C'est de perdre du temps. Hogy időt veszítsen. S'il ne perd pas de temps, il ne peut pas en recevoir. Hogyha nem veszít időt, nem szán rá időt, akkor nem tud kapni. Dans l'art, il y a toujours un excès. Tehát mindig van benne egy az idővel kapcsolatos túllépés, túlzás. Trop peu ou pas assez. Túl kevés vagy nem elég. Il s'agit de passer de la vitesse. Arról van szó, hogy a sebességről át kell állni. Qu'il y a sur internet. Amely ugye egyébként az interneten rajta van. À la temporalisation. Az időnek az ideiglenessé tevésére. És ez egyáltalán, a kettő egyáltalán nem ugyanaz. Pontosan arról van szó, hogy időt kell rászánni. Puisque les œuvres sur internet ne proposent aucune information. Hiszen az interneten lévő munkák, művek semmiféle információt nem ajánlanak, nem adnak. De prendre sur son temps. Tehát arról van szó, hogy az ember a saját idejéből kell ezt az időt elvenni, hiszen ez az egyetlen lehetőség arra, hogy időt adjunk, és pontosan ez az interaktivitás, az idő produkció, az időtermelés, amelyet a tér termel. Ennyi. Nagyon köszönöm ezt az előadást. Valóban nagyon ritka dolog, amikor egy képzőművész ennyire árnyaltan és ennyire sok oldalról képes a saját munkájára tekinteni, és azt ilyen gazdagon értelmezni. Én az idő előre haladta ellenére megkérdezem, hogy esetleg van-e valami gyors kérdés a közönség részéről. Az igazság, hogy meg tudom érteni, hogyha nincsen, mert ez azt hiszem, hogy annyira lehengerlő információ mennyiség volt, hogy ezt egy kicsit meg kell emészteni. Tehát én feltételezem, hogy a szünetben, illetve a rendezvény után lesz alkalom arra, hogy Gregoritól mindenki kérdezzen, és hát akár hosszas diszkusziókat is folytasson. Én most nagyon megköszönöm ezt a fantasztikus előadást, és akkor most egy rövid szünet után megpróbálnánk behozni a Behozhatatlant, és a kalendárium CD bemutatásával fogjuk folytatni a nyílt napot. Köszönjük!